so Batman can't help me? Fine. In that case, let's see what Batgirl can do. A képregény hősök világában nem csupán hősök, de hősnők is meg tudják állni a helyüket. Létrejöttüknek legtöbbször oka van a képregény kiadóknál, hogy megcélozzanak vele egy korosztályt, vagy elhessegessenek olyan teóriákat, amelyek képesek megdönteni egy méltán népszerű szuperhős személyiségét. Batman első női társaként felbukkanó Batwoman, Katie Kane alakja igencsak szemrevaló volt, azonban nem tudta eloszlatni a kedélyeket afelől, hogy a kritikusok homoszexuális kapcsolatot véltek felfedezni a sötét lovag és hűtársa Robin között. Ezért létrehozták az első tinikorú nőnemű segédet, aki a Batgirl álnevet kapta. A figura 1961-ben jelent meg, az igazi neve Betty Kane, vagyis Batwoman unokahúga volt, aki érthetetlen okukból rajongani kezdett Batman csodafiúja iránt. A lány nem volt annyira népszerű, ráadásul a Bat családot folyamatosan bővítették. Míg Batman és Batwoman aféle szülői alakokként, addig Robin és Batgirl a gyerekek szerepét vették fel a családban, ezt még vegyítették egy földön kívüli lénnyel, Batmite-tal, akit akár említhetnénk Batmanóként is. Illetve a család házi kutyájával, Ace-szel, a Batkutyával. Így a végtelen világok krízise nevezető esemény segítségével a DC újra gondolta több hős történetét, így Batmanről leválasztották ezt a komikus családi kört. Az új írók nem akartak eleinte segédeket, sokkal komorabb és sötétebb történeteket kapott Gotham sötét lovagja. Mikor elérkezett az idő, hogy Batman mellé retcon szintjén bekerüljenek újra a rég áhított segédek, új mintára megalapozva kialakult az a mai felállás, amitől a rajongók ma már nehezen tudnának megválni. Batgirl személyiségét több fiatal lány is felvette, de az első válság utáni időszakot tekintve Barbara Gordont hozhatjuk először szóba. Barbara Gordon, Roger Gordon lánya, aki szülei tragikus halála után nagybátyja, James Gordon felügyelő gyámsága alatt nőtt fel. Barbara gyermekkorában sokat álmodozott arra, hogy egyszer egy szuperhős lesz majd belőle. Gordon felügyelő rengeteget mesélt Gotham bajnokáról, Batmanről, így hamar meglátta a saját hős alakjának alapsémáját benne, így igyekezett mindent megtudni róla. Így derítette ki, hogy a bácsikája együtt dolgozik a sötét lovaggal, s többször olvasott el titkos aktákat bizonyos nyomozásokról, amik szóba hozzák Batman akcióit. Barbara nem sokkal utána karate órákat vett, hogy megtanuljon harcolni, és a fekete övé megszerzése után 16 évesen befejezte a gimnáziumot, és az elméje fejlesztésén túl újabb mozdulatokat tanult el egy kevésbé ismert mestertől. Így alkalmasnak érezte magát arra, hogy végre jelmezt töltsön. Batgirl először egy Gothami estély alkalmával bukkant fel, ahol túszul ejtették Bruce Wayne. Barbara nem sokat teketóriázott és könnyűszerrel elintézte a fogvatartókat, azonban veszélybe sodorta magát, így Batmannek és Robinnak is fel kellett bukkannia. A sötét lovag a sok szidalmai mellett végül maga mellé fogadta a lányt, mivel az első Robin Dick Grayson felfedte előtte magát, hisz ismerte Barbarát. Batman mellett tanulva tökéletesítette a képességeit, évekkel később többé-kevésbé már nemigen bújt a jelmezbe és próbált koncentrálni a magánéletére is, amikor váratlanul betört az otthonukba a Joker, aki lelőtte a lányt. Barbara súlyos gerincsérüléseket szenvedett, emiatt tolószékbe kényszerült és innentől nem tudta már szuperhős karrierét folytatni. A későbbiekben Orákulum álnéven vált a szuperhősök első számú hackerévé és informátorává, akit nem hátráltat az a tény, hogy nem tud harcolni. Mikor Gothamet földrengés rázta meg és a senki földjévé vált, a rend fenntartása érdekében Helena Bertinelli, a vadásznő ideiglenesen magára öltött egy új, sokkal zordabb külsői Batgirl jelmezt, azonban nem bírta elviselni azt, hogy Batman diktálja a tempót, így letett arról, hogy valaha is a denevér család részeként üldözze a bűnt. A harmadik lány Cassandra Cain volt, aki magára öltötte Helena jelmezét. Cassandra egy ázsiai lány volt, akit David Kane, egy bérgyilkos nevelt fel, nem tanították meg arra, hogy beszélni tudjon, hanem a harc tudása mellett kiképezték arra, hogy képes legyen testbeszédből olvasni, és így megjósolni előre, hogy az ellenfél mit fog tenni. Emiatt Cassandra másféle tanulási módszereket sajátított el, a beszédet csak később tudta megtanulni, s maradandó okaként a nevelésnek a lány diszlexiás lett. A hátrányos helyzet ellenére a figurát a különleges helyzetfelismerő képességeivel tették egyedivé, és rendkívül erőssé, különlegessé. A lány közvetlenül Helena Bertinelli után ölti magára a jelmezt, és azt Batman és Barbara Gordon engedélyével porthattak tovább. A későbbiekben Cassandra egy pszichológus segítségével elérte, hogy tudjon beszélni, viszont ezzel a testhelyzet felismerő képességét rövidesen elveszítette. Ezt követően Lady Shiva lesz az, aki megtanítja újra erre a képességre, azonban 2006-ban megszüntették vele a sorozatot, így le is tetették a figurával a jelmezt. Ez az esemény közvetlenül akkor játszódott le, mikor mindenki úgy hitte Batman meghalt. Mikor Kane eldobta magától a ruhát,
egy új lány vette fel Batgirl szerepét, Stephanie Brown, aki korábban Találat álnéven volt a harmadik Robin segítőtársa, aki addigra a Vörös Robin lett. Orákulum nem tartotta a dolgot jó ötletnek, mivel a lány hosszú szuperhős karriere ellenére kissé szerencsétlen volt, ráadásul nem rendelkezett megfelelő felszereléssel, de sikeresen leszerelt több gonosztevőt és fényderítette madár ijesztő új drogjára, ami nagyon divatossá vált Gothamben. Barbara innentől egy új jelmezzel látta el Stephanie-t és elkezdte közösen együtt dolgozni. Jelentős szerepeket vállalt abban, hogy segítse Dick Grayson és Damian Wayne új dinamikus duóját, hogy megőrizzék a Batman mítoszt, míg Bruce fel nem bukkan. A Vörös Robinnal együttműködve meg tudták fékezni az orgyilkosok ligájának egy nagyobb akcióját, majd mikor Bruce Wayne visszatért, ő kifogásolta eleinte, hogy Stephanie Batgirl maradjon, de végül engedett a lánynak, aki a DC Comics új 52-es nyitányáig viselte a jelmezt. Ezen kérdéses időszakok közepette volt még egy lány, aki magára öltött egy sajátos Batgirl jelmezt. Ő volt Charlotte Gage Radcliffe, aki egyik nap csak úgy magára vette a házilag készített ruhát és elkezdte hajkurászni a rossz fiúkat. A ragadozó madarak csapata egy csapdát állítva felvették vele a harcot, mivel a lány illetéktelenül viselte magán a jelmezt. A harc közben pár bűnöző tüzet nyitott a viaskodó nők felé, Charlotte pedig felfedte egy képességét, ugyanis tudott teleportálni. Mint kiderült, úgy tudott Batgirllé válni, miközben Orákulum rejtek helyéhez teleportált be és ki. E tűzharc során is oda menekült, ahol Barbara már várta őt. Ott megígértette vele, hogy nem lesz Batgirl többé, viszont rá egy hétre a lány Misfit álnéven továbbra is üldözte a gonoszokat. A későbbiekben csatlakozott a ragadozó madarakhoz is, Misfit emberfeletti erővel és mágikus képességekkel rendelkezik, köztük a teleportálással, elektronikus eszközök zavarásával és villámgyors regeneráló képességgel. Batgirl alakja kétségkívül korszakalkotó volt a maga nemében, azonban korán sem utolsó dolog, hogy a figura hírnév és sztori alapján is sikeresen kimászott Batman árnyékából, és saját utat járhatott be a DC univerzumban.